Kovács, Barbara, a csacsi. Kéne nekem egy csacsi, de egy olyan igazi. Azt hiszem, jól tudnék vele játszani. Húzzanak is rám, és adnék neki enni. És úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna csacsi, azt nem fogyaszt három át. Új kocsira gyűltünk. Érted? Új kocsira. Nyafogtam, jó, de miért nem csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal. Mihez is kezdenénk egy mokott jószággal? Hol szaladgálna, és mivel etetnéd, és hol aludna? Talán az ágyodba vinnéd. Kimentem a szobámba, épp befér egy csacsi. Csak az ágyomat kéne egy kicsit arrébb tolni. És igen, aludni bevinném az ágyba. Nem is kéne más, csak nem még egy párna. Anya azt mondta, hogy jaj, fiam, ne légy ilyen buti. Lakásban nem való egy kazi csacsi. Jó, de ha megnövök, veszek egy nagy kertet, ültetek bele kórot, vetek bele füvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit, lesik minden, és végre vehetek egy csacsit.